1977 óta várja töretlen sikerrel a szórakozni vágyókat az Agárdi Popstrand. A Velencei tó partján fergeteges hangulatú koncertek kínálnak kellemes időtöltést a nyári hétvégéken. Ha bár kevesebb bulit ígérnek a szervezők ebben az évben, a hangulatra ez évben sem lesz majd panasz, mondják. Egy biztos, hogy 45 év a közönség mellettem van, valamit felfedezett a Agárdi Popstrandban, szeretik a magas színpadot, a gyepszőnyeget, a jó műsorokat. A közönség nélkül már rég bezártam volna, tehát itt a közönség szeretete ezt körülvesz, és le is írják a Facebookon, és, de azért csináltam idén két koncertet, az Edda az ugye, az Edda Agárd és Edda az egy, az ilyen nincs, máshol ilyen múli, meg lesz egy mobilmánia augusztus 6-án. Az évtizedek alatt már sok ezren megfordultak a Popstrandon, amely valóságos intézményé vált. Ma a Velencei tó legkedveltebb turisztikai terméke az Agárdi Popstrand. Hát szóval ez nagyon nagy érdem, ezt nem adják csak úgy, ezt ki kell érdemelni, és az Agárdi Popstrand nem lehet középszerű, mert ha középszerű vagyok, akkor a közönség elmegy, ő megszokta a színvonalat, és ezt nem lehet nekem ezt lejjebb vinni. A sokak által csak turbinaként emlegetett Turbók János, a Popstrand megálmodója azt ígéri, a következő évben több zenekarral ismét lesz majd lehetőség nagyszabású rendezvénysorozat megszervezésére.